Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Sorsunk Alakítói című műsorában. Mai napi vendégünk dr. Pócs Alfréd Egerbön. Szeretettel köszöntelek téged a stúdióban. Pócs Alfrédról engedjék, hogy elmondjam azt, hogy mi még az egyetemről ismerjük egymást. Ugyanis, ha jól emlékszem, egy évfolyammal alattam végezted Debrecenben az egyetemet. Végül is mind a ketten Egerbe kerültünk az első két évet, én is Egerbe voltam szülész, te az ortopédiára kerültél, aztán engem a sors más irányba terelgetett, te hű maradtál a városhoz, amit nem is csodálok, mert gyönyörű szép város Eger. De hát te a orvosi tevékenység mellett elég keményen fölvállaltál hát társadalmi tevékenységet is, vagy még jobban mondva nemzetvédő tevékenységet. Megalapítottad a Hunfokos Szövetséget, aminek te vagy a vezetője, vagy más szóval senyője, de emellett 2005-ben a Hospinvest által átvett, ez egy kórház privatizáció elleni protestakcióknak az egyik vezetője voltál. Kedvesen Alfréd, beszélgessünk egy picit ezekről a dolgokról, hogy hogy is volt az annak idejében, ha kezdjünk először most akkor a kórházról beszélgetni, hogy mi is zajlott ottan. Picit pontosítom, 2008. november 1-én vett át a Hospinvest a kórházat, de mi már ismertük a nagyatádékunk múltját, ismertük a Hatvani, a Mátraházi és a Gyöngyösi kórházi átvételt is, de mi próbáltuk előkészíteni a talajt, hogy ez ne történhessen meg. Sikerült is elérni, fölhívtuk az emberek a város vezetésének a figyelmét, hogy milyen hátrányokkal jár, hogyha beengedjük a Hospinvestet ide, de az akkori megyei szocialista vezetés Sós Tamással az élen minden észszerű érvet fölrúgva makacsul elhatározta, hogy átjátsza ezt a kórházat, ezt a megyei kórházat a Hospinvest ZRT-nek. Most ők a megyei közgyűlésen ők voltak többségben, tehát 21-19 arányban bár ők meg tudtak szavazni, és erőszakkal tulajdonképpen átjátszották. Még az se zavarta őket, hogy kis hiba csúszott a folyamatba, mert kifelejtettek egy bizonyos igazolást a pályázati kiírásnál leadni a Hospinvest ZRT, ami abszolút kizárását jelentette volna a pályázatból, de ők ezt nem vették figyelembe, bíróságra került a dolog, a bíróság és a mai állapotok szégyene is, hogy ez nem folytatódott tovább, tehát ma is úgy van, hogy ezek szerint Magyarországon érvénytelen pályázatra érvényes szerződést lehet kötni, hiszen ez derült ki ebből a bírósági ügyből. Hát ez megint csak a mafiának a háttértevékenységét igazolja. Igen. Mindenhol ütközik be az ember. Igen. Tehát mi tudtuk, hogy mire vállalkozunk, és mi előtt állunk, és egy nagyon jó közösség alakult ki a kórházba. A háromtagú vezetésünk volt, Hegyoljai Judit volt az EDDS részével, szakszervezeti egységet fogta össze, én a Medicalitas orvos szakszervezetnek voltam a vezetése, és Szabó Pál, aki pedig általában a sztrájkbizottságnak volt az elnöke, és nagyban tudta segíteni a munkánkat, hogy ez lezajoljon. Sikerült elérnünk azt, hogy 720 dolgozó nem írt alá az 1200 dolgozóból, és 720 dolgozó vállalta, hogy az utcára kerül, de nem adja be a derekát a Hospinvest által újjászervezett kórháznak. Mi bizadalmunk mind csalatkozott. Bíztunk az ANTS-be például, hiszen az ANTS az egészségügyi rendőrsége, tehát itt aztán tényleg becsületes embereknek kéne lenni, de kiderült, hogy ez a Falus Ferenc által vezette ANTS, ez egy velejéig korrupt ANTS, ami meghamisított minden szabályokat, nem jöttek ki ellenőrizni, úgy adták át ennek a magáncégnek a kórházat, hogy nem is voltak kint tulajdonképpen, csak alibi jellegű ellenőrzések voltak. Mi abban bíztuk, hogy vannak olyan osztályok, ahol egyetlen egy orvos, egyetlen egy nővér sincs, és nem lehet úgy megnyitni, vagy átadni egy kórházat, hogy nem működjön például egy kardiológiai osztály. De átadták a kórházat úgy, hogy több mint egy hónapig, másfél hónapig nem volt kardiológiai osztály, és Gyöngyösre, Debrecenbe, Miskolcra szállították a kardiológiai betegeket, és ha földolgoznánk, hogy hány ember halálának közben belehaltak, mire odaértek, meghaltak útközben. És azóta se senki nem vizsgálja ezt a kérdést sem. Tulajdonképpen a Hospinvest olyan, mint egy szent tehén, ma is a vezetői
mintha mentelmi jogot élveznének, semmiféle számonkérésnek nincsenek kitéve. Holott a mi veszteség, amit okoztak, az minimum 5 milliárd forint, de például Salgótarjánban a salgótarjáni rendőrség nyomozott utánuk egy fideszes följelentés alapján, ahol már 15 milliárd forintnál jártak, ami kárt okoztak, de meg kell mondanom, hogy ezt a nyomozást is leállították azóta. Tehát hihetetlen csalódás részünkről, egyrészt, hogy nem tudtunk visszakerülni, hiszen mi úgy terveztük, hogy ez a 6-700 ember majd egyszerre visszamegy, és egy olyan kórházat tudunk létrehozni ebbe az országban, amilyen még nem volt, hiszen egy baráti, testvéri kapcsolatban voltunk. Megírtuk egy kórházvédők esküjét, egy szöveget, amit közösen egy eskütételt szerveztünk, és abban megerősítettük, hogy mi együtt és a betegekért fogunk dolgozni. Tehát egy olyan csapat jöhetett volna vissza, ami megalapozza még Magyarországon is. Mint a kórháza tudott volna, hiszen egy lelki közösség lett volna vissza. Sajnos nem sikerült, mert a politika nem állt mögénk, kihátrált, tehát nem tette lehetővé, nem tették meg azokat a lépéseket, amit meg kellett volna tenni, vagy államosítani a kórházat, visszavenni, vagy pedig céget változtatni, és akkor úgy átvenni ezeket az embereket. Ezért sajnos ez nem valósulhatott meg. A 720 emberből, aki eljött jelenleg, olyan 250 jött vissza. Tehát a többi kallódik, elment máshova, másként alakult az életet, pedig mindnyáján vissza akartunk jönni, és nagyon ragaszkodtunk hozzá, hogy visszajöhessünk. De úgy látszik, valahogy a mai világban nem kellenek az ilyen kórházi emberek sem, akik tényleg egy példát tudtak volna mutatni. Pedig az új vezetés, Szócska Miklós élen, akit mondhatjuk egészségügyi miniszterünk, ő azt mondta, hogy ha nem lett volna az egri példa, akkor gyakorlatilag a magyar egészségügy összeomlott volna. Hiszen ha mi elveszünk, mint megyei kórház, már oda volt ígérve Gyurcsány Ferenc szerint még 12 kórház az országban ennek a cégnek, akkor a megyei ellátás, tehát a középszint fölötti ellátás elveszett volna Magyarországon. Mondja, Dalfrid, volt lehetőségetek nekem belelátni abba, hogy ezt a hospice-t kivezeti háttérből? Hát természetesen volt lehetőségünk, a szálak egyértelműen Gyurcsány Ferencig, tehát a legfelsőbb kormánykörökig van vezetett. És ugye én azt furcsálom, hogy az a baj, hogy jönnek a változások, jön egyik, jön másik csapat, de még ma is él a titoktartási törvény. És ezt a Hospinvest ügyet is belevették a titoktartási törvénybe. Titkosítjuk 50 évre, 80 évre, és nem lehet hozzáférni, és ezért nem tudjuk, hogy... Egyetlen mutatja, hogy háttérben milyen jó megérdik egy másiknak az előttársak. Hát most teljesen mindegy, piros-fehér-zöld zászlót tesz a vállára, vagy megjátsza itt a nemzeti oldalt, vagy teljesen frontálisan neki megy a nemzetnek, vagy a másik párt színeibe. Háttérben olyan jó bratiznak ezek az emberek, hogy nem igaz. Igen, ez azért fájó nekünk, mert Orbán Viktor is járt nálunk, ő is elég tételt ígért. Akkor a pártprogramban pedig először ötödik ügy volt országosan, utána tizedik ügy volt, és ígérték 1000%-ig, hogy kivizsgálás lett, de a mai napig semmiféle vizsgálat nem történt, rehabilitációt is ígértek, és semmiféle rehabilitáció. Ezeknek az embereknek meg kellett alázkodni, vissza kellett jönni, minimálbérért, megtűrtként kellett visszajönni a kórházba, hiszen többségben még ott vannak azok az emberek, akik a helyzetet meglovagolva kerültek annak idején a kórházba. Tehát sajnos ez nem szépen végződött. Megbuktattuk a Hospinvest, elértük, de azt a célt, amit, azt az erkölcsi célt, azt a tényleg magasztos dolgokat, amiről álmodtunk és beszéltünk, azt sajnos nem sikerült megvalósítani. Végetőleg azt hiszem, egy ilyen kórházban, ahol egy ilyen közösség kialakultam, végülis én mondom, hogy álom lesz volna dolgozni. Hát igen, mindenki ismer mindenkit, egy betegért egy telefon elintézni. Tudjuk, hogy milyen nehéz egy olyan kórházban, ahol nincs ilyen közösség, hogy most egy betegnek egy konzíliumot kérni, áthelyezni másik osztályra, milyen bonyolult. Itt viszont tényleg az ember, ha barátként, kölcsönös tisztelettel voltunk egymás iránt, és így tényleg élménynek fognak dolgozni. És ennek igazán a megyei betegek látták volna használt. Tehát én azért tartom, mert végül ezt nagyon rossznak, mert végül is mindig a beteg emberen csattan az ostor. Tehát mindig a beteg emberrel jár rosszabbul. Nem kaptuk meg azokat a
ígéreteknek, tehát hogy azokat a fejlesztéseket, amiket kellett volna, hiszen a hospint ezt tönkretette a kórházat. Műszerkészletek tűntek el. Ott van Egerbe a kettes kórház kiürítette, ez is egy fájó pont. A kettes kórháza nagyon nagy szükség van, hiszen a megyei kórházunknak két dologra lenne nagyon szükség. Ágyra, mert a megyei beteglétszámhoz képest sokkal kevesebb az ágy, hiszen a hospindesz leépített ágyakat, ezeket kéne visszakapnunk. Szakemberekre lenne szükség is pénzre, tehát azokat a károkat, azokat rendbe kéne hozni, amit okozott a hospindesz. De elmondom a kettes kórház esetét, ami nagyon érdekes, hogy a hospindesz két nap alatt kiürítette mindenféle engedély, mindenféle ANTS engedély vagy ANTS megkérdezése nélkül, ugye, és utána pedig úgymond nem törődött senki a kórházzal. Állítólag még lehet, hogy be se volt zárva, és szép lassan elfogyott a kórház. Elvitték az ágyakat, kiürítették a műtőt, a falból kiszedték a vezetékeket, a lámpatesteket, a fűtőtesteket elvitték. Tehát, és nincs felelőse. Most ellenőrizték a kórházba, hogy hallottam, és azt mondták, hogy hát most már ezen nem lehet mit tenni, mert eltűnt minden. Tehát itt az országban ez a borzasztó. Gondolom, hogy is hallottad a napokban, hogy Gyurcsány, ugye a mentelmi jogának a fölfüggesztésére volt parlamenti vita, és akkor ott ő is felszólalt, és mondja, hát ő erkölcsileg teljesen tiszta, és hogy ő mindent korrektül végzett az országban. Hát ez is lehet látni, milyen munkát végzett. Mert az egészségügy terén között, ugye? Igen, sajnos az egészségügy terén az a helyzet, hogy egyetlen egy kormány se volt még, aki nagyon patronálta volna az egészségügyet. 1989-ben, úgymond a rendszerváltás óta az egészségügy színvonala, az egészségügy pénzügyi ellátása süllyed lefelé, hiszen több mint 2000 milliárd forintot vontak ki. Csak egy-két adat, hogy az emberek lássák, hogy hogy áll a helyzet Magyarországon. Magyarországon a nemzeti jövedelemnek 3,9%-át költik most körülbelül egészségügyre. A volt szocialista országokban 6%-ot költenek, nyugat-európai átlag 10%, mondjuk Amerikában 15%-ot. Tehát lehet egy bizonyítani, hogy körülbelül nagyon alacsony. De az újabb ígéretek szerint, tehát látjuk, hogy a gyógyszerkasszának kiürítése is még most is folyamatban van, vonnak ki pénzeket, így várhatóan, hogy ennek a ciklusnak a végére lehet, hogy már a 3 egész körüli értékre ér el az egészségügy támogatása, az pedig iszonyúan kevés. Közben hagyják az országot az orvosaink. Igen, ez a másik nagyon-nagyon nagy probléma, ugye minden kórházban itt is hiány van, és az főleg a fiatal orvosokból. Tehát én úgy érzem, hogy utolsó 24 órában vagyunk az egészségügyben. Mondom neked egy másik extrém példát, én legalábbis extrém példának érzem, ugye én visszajöttem Magyarországra közel 30 évnyi németországi kórházi és rendelőintézeti tevékenység után, saját műtővel rendelkeztem, kórházban is dolgoztam főorvosként. Visszajövök Magyarországra, beadom a kérvényt, hogy ebben hazahoztam a rendelőmnek a berendezését. És beadom a kérvényt, hogy akarok itt egy rendelőt, mikor láttam a listát, hogy mit szeretnék csinálni, ugyanazt akartam volna csinálni Németországban, folyamatosan muszni, ezt nem lehet. Többek között állítólag van egy olyan 2003 éves törvény, nem tudom, mert én Németország milyen törvény nem ismerkedem, nem találkoztam, hogy vért a rendelőbe csak ott lehet levenni, ahol van hozzá, ahhoz a szobához, ahol a vért leveszik, 30 négyzetméter kell hozzá. És akkor kérdeztem, hogy én nem focizni szeretnék vérvételközbe. Hát én nem is láttam ilyen egészségügyi intézetet Magyarországon, de hogy ez mindenképpen így kell, mert ez 2003 éves EU szabály. Na, erre mondok példát. Tehát az ANTS szemünkbe az nagyon fekete bárány volt, hiszen olyan törvények vannak az ANTS-nél, van egy 60-as törvény, amire hivatkoztak. Tehát mindig arra hivatkoznak, amire épp ők akarnak. Tehát átadják egy magáncégnek ezt a megyei kórházat, úgy, hogy csomó osztály nem is volt, nem létezett. Ortopédián sem volt orvos. Tehát nem volt, nem létezett. És egy olyan törvényre hivatkoztak, ami van tényleg egy ilyen 60-as rendelet, ami azt mondja, hogy egy belgyógyászati osztályon mindegy, hogy 15 beteg fekszik, vagy 100 beteg, egy orvos elég, és egy nővér is üzemeltethető az ország. Most gondoljunk bele, egy orvos, egy nővér, ez még viccnek is rossz. De van egy ilyen, és ő erre tudott hivatkozni. Csak az a baj, hogy a kardiológia osztály esetében még ez se állt fönn, hiszen se egy orvos, se egy nővér nem volt, és mégis átadták. Tehát, és hiába mentünk bíróságra, mert ez is bíróságon van, a Szolnoki Bíróságon áll az ügy, ahol az ANTS-t feljelentettük.
ott fölfüggesztették a pert, hogy azzal az indokkal, hogy nekik nincs elég kapacitásuk szakértőket fizetni és szakértőkkel foglalkozni, hogy kiderítsék a mi vágyainkat, ugye, hogy úgy adták át a kórházat, hogy olyan nevek szerepeltek a listán, aki már nem élt, meghalt, vagy más kórház volt, vagy nem is tudott róla, és mi ezeket kikerestük, pontosan jelentettük a Szolnoki Bírósághoz, fölfüggesztették a pert. Gyakorlatilag mi ott helyben fellebbeztünk, és a mai napig még nem jött a Szolnoki Bíróságról válasz, hogy mi lett a fellebbezéssel. Áll a balassagyarmati perünk is, ugye, ahol hogy érvénytelen pályázatra lehet érvényes szerződést kötni, az az ügy is áll. A Salgótarjáni pert leállították, tehát gyakorlatilag nem történt semmi. Tehát ezt kell, hogy mondjam, az ANTS pedig kettős mércét alkalmaz. Veled szemben, ha akar, mindenféle követelményeket állít, a Hospinvesztéggel, ami állam közeli, itt nem mertek semmilyen feltétlenül. 30 éves orvosi tevékenységem után, ugye úgy gondolják, hogy Németország után nekem itt mindenféle továbbképzésbe kell részt vennem, ugye fejenként a tovább 45 ezer forint, persze szükségük van a pénzre, köteleznek, hogy továbbképzéseket csinálják. Azaz, én nem tudom, én tudnák neki továbbképzést nyújtani, biztos vagyok benne, de hát ilyen törvényekkel keserítik az embereknek az életét. Hát igen, és tulajdonképpen az a baj, hogy a kórházak nem finanszíroznak, tehát köteleznek, kötelező valami, és fizetni kell érte. Szóval ez számunkra is érthetetlen, ez úgy lehetne jó, hogy mivel a kórháznak és nekem is érdekem, hogy tovább képezzem magam, tehát legalább béremegosztás legyen, a kórház is fizessen valamit ebből a pénzből, vagy netán fizesse a kórház, hogy ő büszke arra, hogy neki jó szakemberei vannak, a kórháznak is az érdeke, hogy ezek a továbbképzések lezajlanak. Végül is ez egy komiparáda, nem is tudom minek mondani, egy tragikomédia, ami az országban zajlik, de minden téren, mindenhol ugyanezt lehet látni. Nemrégen ért a hír az interneten keresztül, hogy a tiltakozási aktivitásért felelős az a három ember, akit említettél, ugye? A B. Szabó Pál, Hegyaljai Judit és... Igen, a B. Szabó Pál napokban megölték. Hát azt nem tudjuk, hogy megölték-e, de az az igazság, hogy a lakásán halva találták. És testszerte rengeteg külső lelminyom van, bordatörése van, stb. És mi azt hiányoltuk, hogy nem indult igazságügyi boncolás, hanem normál boncolásra adták a dolgot, és csak a patológiai osztály vezetője lélekjelenlétén múlott, hogy ő igazságügyi boncolásként. Végül is hatósági boncolás lett belőle. Pontosan még nem tudjuk az eredményeket, de mi mindenféleképpen úgy gondoljuk, hogy tudomásunk szerint pontos halálokot nem tudtak diagnosztizálni, tehát nem találtak okot a halálra, nem volt infarktus, nem fulladt meg, tehát ilyen kézzelfogható halálok nem volt, csak tüneteket találtak. Tünet alapján nem volt hétve a füle, meg ilyeneket? Hát fülén, mind a két füle meg volt sérülve, tehát látványos volt a sérülés nyomok, és mi úgy láttuk, hogy nem kellő aktivitással állt hozzá a rendőrség, hiszen ő egy közéleti ember volt, közismert volt Egerbe. Tehát egy ilyen halálesetnél sokkal komolyabban kellene venni a... És ugye, hogy mi ismertük, hogy milyen ember volt. Tehát egy olyan ember volt, aki hazament, bármi történt, akkor is levetette a cipőt, összehajtogatta, egy pedáns ember, a lakása földúlva volt, mint kiderült, a pénze hiányzott. Tehát egy csomó olyan ok van, ami rögtön megindítja a fantáziát, hogy vajon itt mi történhetett, ami megdöbbenésünkre a rendőrség fantáziát nem indította meg. Hát ez is mutatja a kettős mércét, mert hogyha egy magyar hazafiról van szó, akkor nem érdekes, ugye? Ezt már nem egyszer lehet látni. Talán, de hogyha barna bőre lett volna, akkor egész más lett volna a hozzáállás az államvezetőségnek. Azokat védik, a magyar ember az pusztulhat. Hát igen, nem ezt várnánk adófizető állampolgárok, hogy a rendőrség, vagy legalábbis hallgassa meg azokat is, akik tényleg ismerik, hogy milyen ember volt, és az szerint kéne ugye a rendőrségnek is ebbe föllépni. Nagyon nagy szomorúságunk. Nagyon komoly, nagyon jó embert vesztettünk el. A város még, Egerváros nem is tudja, hogy milyen nagy veszteség ez a
Nekem volt szerencsém vele találkozni, amikor a Véreskült tartotta meg ebbe a dobótéren, akkor ő volt az, aki kommentálta az egész eseményét. Igen, igen. A másik fájdalmas pontunk ugye, hogy ő a Hospinvest előtt a kórházunk dolgozója volt, és ő is együtt velünk ott hagyta a kórházat a Hospinvest éve alatt, és utána a mai napig nem vették még vissza a kórházba, de kiváló tanárember révén is a város vezetése segített abban, hogy a pályázatait pozitív bírálják el, és nem tudott elhelyezkedni, ami lelkileg is nagyon nyomta őt, hiszen közel 3 éve nem volt munkája, és ez nagyon fájó pont volt nekünk is, hogy nem értékeli a városa ezt a komoly tudású közéleti, mindent a közére adó embert. Kedves Alfred, még egy hatászatban egy civil mozgalomnak vagy a vezetője, ugye a Hunfokos Szövetségnek a Hegerbe alakult meg ez, igen, a szövetség. Ismertesd meg egy picit a közönséget, hogy mi is ez a szövetség. Hunfokos Szövetség 2005-ben alakultunk meg, decemberben, és mi úgy gondoltuk, hogy annak idején egy elindított akcióhoz, hogy kisebbségi, hun kisebbséget megteremtünk Magyarországon, mi ahhoz csatlakoztunk, és tulajdonképpen az kovácsolta össze a társaságot, de ott nagyon hamar kiderült, hogy hiú ábrándokat támogatunk, mert annak idején az Országgyűlési Bizottsághoz került ez az ügy, hogy vannak-e hunok Magyarországon, és az egész úgy végződött, hogy a Magyar Tudományos Akadémiáról 2 darab szakvélemény jött, mind a kettőt még annak idején Vízia Szilveszter aláírta, ez nekem megvan mind a 2 szakvélemény, nyomatékosat pedig nem kellett volna, hogy Magyarországon tulajdonképpen Attila idejében voltak hunok, de se előtte, se utána nem léteztek. Tehát körülbelül ennyi volt a szakvéleménynek az értelme. Ez meghiúsult, de ez bennünket annál jobban összehozott. Mi úgy gondoltuk kezdettől fogva, hogy célunk a hagyományőrzés, de a lelki-szellemi vezetést, azt a Szent Korona tan jegyébe gondoltuk, annak az értelmében mindig azért küzdöttünk, megalakulásunk után tavasszal, 2006. februárjában, február 21-e Jégtörő Mátyás napján lementünk Makó mellé, és azt hiszem az országban először tettünk ilyet, hogy kimondtuk, hogy a földgáz mező és a földgáz a Szent Korona tulajdona, levertük a 4 szőlőpöt, vittünk, ebbe Szabó Pali is többek között ebbe is részt vett, és a 4 szőlőppel megjelöltük. Tudnunk kell azt, hogy hatásos volt, tudtak róla külföldiek, a Falcon cégnek az ázsiója rögtön esett a részvénypiacon, és ez az egy kút volt, amit mi lefoglaltunk, volt azért misztikus hatása, és mai napig nem tudtak olajat. Mindenféle fúrás technikával próbálkoztak, hoztak különböző technikai felszereléseket különböző országokból, de ebből a kútból, amit lefoglaltunk annak idején, ebből olajat a mai napig nem tudtak nyerni. Ma is sajnos nagyon fontos kérdés, mindenféle gázvezetékekről tárgyalunk, hogy melyikhez csatlakozzunk, de itt van 100 évre elegendő olaj, földgáz olajkincsünk ott az Alföldön, meg a Duna-Tisza közén, meg még Dunántúl is vannak, amik egyelőre úgy néz ki, idegen kezekben vannak, nekünk senkitől nem kéne kérni földgáz, hiszen nagy kincseink vannak. A munkánk során, amikor lejutottunk oda, találkoztunk rengeteg magyar emberrel is, aki kútfúrással foglalkozott régóta, és mindenki mondta, hogy vannak magyar technikák, amivel igenis ezt föl lehet hozni. Tehát ez jó akarat kérdése. És úgy gondolom, hogy ezzel hoztuk össze akkor azt a közösséget, ami később is megmaradt. Mi a napfordulós ünnepeket rendszeresen megünnepeljük, azt tartjuk a legfontosabb hagyománynak nálunk. Van egy helyünk Cserépfalunál kiépítettünk egy kis szakrális helyet, ahol egy életfánk és egy külső kis templomszerű helyünk van, ahol meg szoktuk ünnepelni ezeket a napforduló ünnepeket, hiszen úgy gondoljuk, hogy a magyarság mindig is egy Isten hívő volt és tisztelte az elemeket, és a Teremtő Atyának ünnepei ezek a napfordulók. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt minden magyarnak, mint ahogy őseink is megünnepelnék, hát Jézus Krisztus előtt is megünnepelték, ezt meg kéne ünnepelni, hiszen ezek olyan ünnepnapok. Ez a 4 napforduló, ez mióta a Teremtő Isten megteremtette a világot, akkor együtt teremtette vele ezeket a szakrális pontokat,
és ezek azóta működnek, és működni fognak is, míg egy csepp fény van ebben a világban. Tehát ezeken a pontokon, ezeken a szent helyeken, ebben az időben tudunk beavatkozni a teremtett világba, tudunk esetleg segíteni, olyan energiákat adni, venni, amivel tudunk egymásnak segíteni. Én ezt nagyon fontosnak tartanám, és ez nem egyház ellenes, ez nem Krisztus ellenes, ez a Teremtő Istennek a hite csak, hiszen a Teremtő Istennek a fia Jézus. Jézus Krisztus a fényfia ugyanúgy, és a kettő összefolyik számunkra, mi nem látunk ellentétet. Tehát itt, amikor, hogy ős-magyar vallás, magyarkodás az egyház részéről, hogy egyszerűen nem értjük. Ők nem értik tulajdonképpen, hogy mi volt a régi magyarok Isten hite, és mennyire kapcsolódik, és egymásba folyik, és egymásba ölelkezik a Jézus Krisztusi tanítás, az új szövetség, és hogyan épül szervesen a kettő egymásra. Mi ezt tisztán, világosan látjuk, és ezt próbáljuk is ünnepelni mindig. És egy ilyen ünnepség kapcsán hány ember jön ott össze? Hát 50, 60, 80, 100, mikor mennyi? Mikor mennyi? Mindig cserélődik, mindig jönnek újak, mindig kapunk visszajelzéseket, mindig megjelenik egy turul, mindig történik valami, egy felhő konstelláció, egy holdállás, a csillagokon találunk valamit. Tehát érezzük, hogy a Teremtő a teremtett világával ott kapcsolatba lép, és ilyenkor kéréseket, óhajokat intézünk, és meghallgatásra találni, hiszünk benne ezen a napon, ebben az időben, a szent helyen, szent időben. És ez nagyon szép összekovácsoló dolog. Embereket hoznak nagyon komoly szinten össze egymással, ez az ilyesmi. Igen. Mesélted nekem azt, hogy nektek vannak jövő elképzeléseitek is, hogy egy filmet szeretnétek megvalósítani. Igen. Ez a film ez miről lenne? A film a kórházvédelemről lenne. Korábban megfogalmazódott ez már bennem is, hogy ezt feltétlenül meg kéne örökíteni, hiszen rendkívül tanulságos volt ez a kórházvédelem. Hű példája volt annak, hogy mi zajlott az egészségügybe, meg mi zajlik, meg milyen folyamatokat nem szabad megengedni. Hát látjuk, hogy most például Szlovákiában zajlik hasonló folyamat, és egy picit okosak lennének, ha ezt a filmet, amit elkészítünk, látnák, lehet, hogy nem vágnának ők se bele, mert a privatizáció, a pénz, ha beengedjük az egészségügybe, és pénz alapú lesz az egészségügy, az etikailag minden szinten, szakmai szinten megrengeti szerintem alapjaiba az egészségügyet, és az az egészségügy már nem ugyanaz az egészségügy lesz, mint ami ez az egészségügy volt. Most, hogy Szabó Pali elhunyt, még jobban felerősödött bennem, hogy az ő emlékére is meg kéne valósítani ezt a filmtervünket. Mi tárgyaltunk Jelenszky Istvánnal, aki elvállalna ennek a filmnek az elkészítését, de rengeteg külső felvételt kéne még csinálni, tehát utólag megkérdezni a ott résztvevő embereket, és számításaink szerint akár 5 millió forintba is kerülne ez a filmnek, ennek a dokumentumfilmnek az elkészítése, de mindenféleképpen szeretnénk megfelelő minőségű filmet készíteni, tehát ami maradandó értéket állítana, hiszen az egészségügynek általában nem történt még ilyen értékállítása, és én szeretném, hogyha nem csak a mi példánk, az EGRI példa lenne benne, hanem az emberek a példán keresztül megismernék, hogy mi is történt tulajdonképpen itt 89 óta, rendszerváltás óta az egészségügybe is. Tehát ehhez gyűjtünk pénzadományokat, próbálunk pályázatokat, majd pályázatokban részt venni, próbálok szervezni jótékonysági hangversenyt, tehát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ezt meg kell valósítani. Meg kell valósítani már a Pali emléke miatt is, és a többi emlékek miatt, hiszen rengetegen megszenvedték ezt. Sok csodálatos nővérnek ment a családi élete tönkre a Hospinvesz kapcsán, lakásukat elvesztették, férjüket elvesztették, meghaltak, öngyilkosok lettek. Tehát azért ez nem akármilyen háború volt, ez egy háború volt a Hospinvesztel, amit megnyertük, voltak iszonyú veszteségeink, és nekik is szeretnénk emléket állítani azoknak a veszteségeknek is, hogy legalább az emberek lássák, hogy nem volt hiába, legalább egy film készült róla, ha nem sikerült a politikai helyzet miatt megvalósítani azt az elképzelést, amit akartunk, de megörökítessen azt, amit tettünk, amit csináltunk. Alföld, nekem még én 79-től aztán 81-ig voltam engem a szülészetén. És én
Amikor már Németországban voltam, én hallottam valami olyan eseményről, hogy a szülészeti osztályon folyamatosan halnak meg emberek. De a dolgozók, vagy a szülésznők, hogy mi volt ez? Ez a gyerekosztályon volt inkább, volt egy gázsterilizátor, aminek a kivezetése be volt vezetve a női öltözőbe, és visszajött a káros gáz. És sokan kaptak mellrákot, meg daganatos betegséget, meghaltak. Végül is valamiféle kárpótlást kaptak ezek az emberek, tehát sikerült, de ez olyan minimális mértékű volt, hogy azt az áldozatot orvosnő, nővérek, akik meghaltak, az sajnos ezt megoldottak. Hát tudtommal 4 vagy 5 ember halt meg, kimutatottan az etilén dioxid miatt, tehát az a gáz, az a káros gáz, ami a sterilizátorból visszajött, visszaszivárgott, és rossz szakmai. Igen. Kedves Alfred, van-e még valami úgy a szíveden vagy a lelkeden, amit gondolod, hogy még ezzel a riporton belül érdemes lenne megemlíteni? Hát azt hiszem, hogy sikerült nagyjából érzékeltetni, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a hospitálisztügynek, hiszen tényleg, hogyha ez az egri kórház akkor nem áll a sarkára, akkor fölbecsülhetetlen károk keletkeznek. Ezt a kormány is, mondom, Szócska Miklós is elismeri, de az elismerésen kívül kaptam díjat is, én is kitüntetés, de én nem ilyenekre vágyom, meg nem ebben, hanem én abban gondolnám a megoldást, hogy visszakerülhessenek azok az emberek. Ahhoz viszont ígéretünk volt rengeteg, pénzt már nem kaptunk, ígértek 100 millió, 150, 200, 300 millió forintokat, hogy vissza lehessen venni azokat az embereket, sajnos nem sikerült visszavenni. Tehát én úgy gondolom, hogy még talán most se késő, de valami szinten kellett volna, vagy kellene lépni ez ügybe. Tehát én bízom benne, hogy azért a lelkiismeretük megszólal azoknak az embereknek, többek között Szócska Miklósnak is, akik az ígéreteket tették, és még lehet ezen majd segíteni azokon az embereket. Én nem is olyan Szócska Miklóst, de az csak a tévében látom, az arcát látom, hogy milyen idős fiatalember, vagyis inkább az időségről is lehet beszélni. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen korú embernek legyen annyira tapasztalata, hogy egy magyarországi kórházrendszert felelősen tudna vezetni. Ez teljesen lehetetlennek tartom. Hát ő más síkon mozgott, ő a menedzser képzésnek volt a egyik legpotensebb személyisége Magyarországon, tehát más szemmel látja az egészségügyet. Mi úgy szeretnénk, hogyha olyan emberek is bekerülnének az egészségügyminisztérium vezetésébe, hogy azok vezetnék. Én nekem olyan elképzelésem volt, ugye én még a Magyarok Szövetségének is vagyok tagja, annak az egészségügyi bizottságának a vezetője, és azon belül mi már több mint 2 évvel ezelőtt, mikor a Magyarok Szövetsége megalakult az egészségügyi bizottság, mi összedobtunk egy 25-30 oldalas kormányprogramot, hogy a kormányprogramnak is megfelelne, hogy kéne átalakítani a magyar egészségügyet, hogy jól működjön. Mi abban nagyon sok tanácsot, érdekes dolgot leírtunk, hogy hozzá mindesányos. Szinten a kutyás érdekel. Hát ez az, hogy nem nagyon érdekli, abban már a te kérdésedre válaszolva leírtunk ilyeneket, hogy mi a vezetést is úgy képzeljük el, hogy nagy tapasztalatú, mondjuk nyugdíj körüli, vagy nyugdíjba menő orvosok, akik a gyakorlati életben is kint voltak, és látják, hogy működik egy kórház. Ugye itt az volt a borzasztó, hogy 1945 óta, meg mikor megtörtént a váltás, és létrehozták a minisztériumot, szerintem ugyanazok az emberek ülnek az egészségügyi minisztériumban, az íróasztal mellett, soha nem jártak ki kórházba, és ők hozzák azokat a szép intézkedéseket, aminek a gyakorlathoz semmi köze nincsen, megvalósíthatatlan dolgok, és egyre mélyebbre és mélyebbre húzzák az egész hazai egészségügyet, és itt is váltás kéne, nem csak a cserélni kell az egészségügyi minisztert, a középkáder, de még a kapust is le kéne cserélni, hiszen más szemléletű, más gondolkodású, frissíteni kéne, és akkor lehetne talán szakmai vezetésről beszélni. Én abban látom még a másik dologban a nagyon nagy hibát az egészségügyben, hogy megint oda jutunk, mint mondjuk az 50-es években, vagy korábban volt, hogy az elmúlt rendszerben, hogy a politikusok egyre nagyobb jogot vindikálnak arra, hogy a szakmai, szigorú szakmai kérdésekbe is ők döntsenek,
ők határozzák meg a jövőt, hogy hogy alakuljon egy szakma, hogy alakuljon egy ország egészségügye. Ez pedig jóra nem vezet. Szakember nem pótolható. Szakembereknek szakmai kormányt akarunk. Főleg az egészségügyben, hiszen az emberek életéről van szó. Ez nem olyan, mint egy gyár, hogy mint régen is odaültettek egy gyártársat igazgatónak, és akkor legfeljebb selejtett darabok jöttek, de nem halt meg senki. Az egészségügyben már nem lehet. Én emlékszem még, ugye a régi időben volt egy párt referens, aki foglalkozott, mikor én 1981-ben tettem a kórházba, akkor nem is tudom már, hogy hívják, milyen elvtársnak, aki meg volt bízva, hogy kijött a kórházba, de soha nem szólt volna bele szakmai dolgokba. Tehát ő bizonyos dolgokba beleszólt, amit lehetett anyagi vagy bármi dolgokba, de szakmaiban nem. Ma ott tartunk, hogy a szakmai dolgokat is politikusok határozzák meg. És ez nem jó irányba vett, nagyon szomorú az egészségügyben. Hát látod, de oda is vezetett, mert volt kardiológia, és szorozatban haltak meg az embereket, küldözködtek jobbra-balra az ország teljes más végére. És aztán, hogy nincs számonkérés. Én például írtam egy levelet a Paller Juditnak, az ANTS új vezetője akkor volt, hogy vegye el ezt az ügyet, és kérde számon is. Azt mondta, hogy nincs módjával visszajött nekem, nincs módjával számon kérni. A falus, vagy itt van a, ugye, a H1N1 oltás, akinek ott volt a országos ugye, pandémia felelőse, a Veszprémi ANTS-nek a vezetője, aki kimerte jelenteni még júniusban, 2008 júniusában a Magyar Tudományos Akadémián volt egy ilyen előadás sorozat a H1N1-ről, és ő azt mondta, hogy Magyarországon 60 ezer ember fog meghalni évvégig, és a lakosság 30%-a fertőződik. Mi ez, ha nem rémhírkelt is? És ugyan ő vitte, az EGRI ügyet is ő vitte, és a mai napig nem kérik számon. Mai napig nem kérik számon ezeken az embereken se ezt, se mást, és ez nagyon szomorú lát. Tudod, hogy ilyeneket mondasz, akkor akarva akaratlanul meg kell megint csak állapítani, vagy konstatálni kell, hogy itt csak a szemkodnál rendszer tud képes ezen valamit változtatni. Abban be van építve az azonnali visszahívhatóságnak a principiuma. Bármilyen szinten még az ember beépül a politikumba, annak a bázisnak, aki az ember, ezt az embert odahelyezte, pillanatokon belül, hogy ilyen első ilyen lépés után el lehet dobni a szemét kosárba. Hát mi kezdettől fogva, mióta megalakult a Unfocus Szövetségünk, mi mindig ebben hiszünk. Itt egy megoldás van, itt nem kell próbálgatni Európába, világba, máshol, hogy működik az állam, hogy működik jól. Ez a globalizáció világ, látjuk, hogy ez már meghalt, rosszul működik. Itt egy van, a történelmi tradíciókat, a történelmi alkotmányt, és annak az eszenciáját, a lelkiségét, a szellemiségét adó szent koronatot nekünk vissza kell venni, és ha visszavesszük, akkor megnyugszanak az emberek, hiszen lehet számonkérés, nem lehet a vakvilágban bármit csinálni, és soha nem lesz semmiféle számonkérés. Ezek az emberek elővehetők, ezért is félnek úgy, mint a tűztől a politikusok is, hiszen mindenki elővehető lenne akkor, de a nép felemelkedéséhez sajnos ez kell, másként nem megy. Ezt a működő rendszert ebbe a bizonytalan világban működtetni kell. De én látom a folyamatokat az országban, egyre több helyen tisztán látják az emberek, tisztán kezdenek gondolkodni, és előbb-utóbb meg fog érni a helyzet, hogy vissza is fog jönni. Teljesen biztos, hogy benne vissza fog jönni, csak kérdés, hogy addigra mennyire megy tönkre az ország. Vissza fog jönni, az biztos, de talán az ad reményt, hogy az első és a második világháború között, amikor a trianoni szerződés következtében az országot teljesen szétdarabolták, kilopták, mindenét elvitték, pénzben visz kárpótlásokat kell fizetni. Mégis jött egy ember, aki a Szent Korona jogrendszernek megfelelően vezette az országot, és 15 év alatt felfeleztette a világ 7. helyére, és Svájcból jöttek ide vendégmunkások Magyarországra, hogy pénzt tudjanak keresni. Ennyit jelent az, hogyha valaki egy történelmi intézményt vesz a kezébe, és ezzel alapján vezeti az országot. Ezt jelenteni most is. Igen, sokat gondolkodunk mi is, hogy kell-e személy. Én azon is gondolkodok, hogy tulajdonképpen lehet, hogy most nem ez lesz a megoldás, hogy jöjjön egy Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, ha bár ez lenne a legkönnyebb és legegyszerűbb. Én úgy hiszem, volt egy hadsereg állta meg. Igen, én úgy hiszem, hogy nekünk vezetőnk a Jóisten, a magyarok istene, Jézus Krisztus, nevezhetjük bárhogy, és nekünk kell fölnőni a feladathoz egyenként embereknek, én úgy látom, föl kell építeni egy másik Magyarországot, és ha fölépítettünk egy másik Magyarországot, az biztos lábakon áll
jól fog működni, mint hogy fölülről várjuk azt, hogy majd valaki megoldja ezt a dolgot. Tehát nagy feladat van mindenkinek, mindenki tegye meg a saját közvetlen környezetébe, amit kötelességet, amit kell, és ha ezek után a kis közösségek alakulnak, és ezek a kis közösségek összeérnek, akkor lesz ez az ország jó. De én látom, hogy indulnak ezek a folyamatok, indulnak, és majd előbb-utóbb azért fognak találkozni is. Nagyon-nagyon bízok benne. Kedves Alfred, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban, ezekről a dolgokról meg meséltél. És ha úgy érzed, hogy bármikor, hogyha van olyan mondani valót, amit lehetőleg minél több emberhez el kell jutni, akkor az ajtó mindig itt vár előtted ebben a stúdióban. Megtisztelő, köszönöm szépen a meghívást. Isten áldjon!